Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm a stúdiókban vendégünket, Leidinger Demetőrt, a Lemvirág Tánc Együttes művészeti vezetőjét. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hogyan kerültél, hogyan ismerkedtél meg a tánccal? Egy kicsit mesélj a múltról. A tánccal, hogyha őszinte vagyok, úgy ismerkedtem meg, hogy 6 éves koromban anyukám beíratott táncolni. Békás Megyeren a Kincső Tánc Együttesben, ahol a vezető Turcsáné Horváth Anikó, neki volt iskolatársa volt, és meg kolléganője, mert édesanyám ott tanít. Így kezdtem el néptáncolni, és az elején nagyon nem szerettem. Évekig. De aztán mindig, hogy jó, még ezt a fél évet csináljam végig, mert ki van fizetve. Aztán ez, ahogy egyébként most már tapasztalatból tudom, szokott lenni a gyerekeknél, előbb-utóbb jön egy olyan táncanyag, vagy elér egy olyan életkort, amikor egyszer csak megkedveli egy minden átmenet nélkül, és onnantól kezdve meg már nem lehet lelőni otthon. Velem is így volt, a szülők is állandóan mondják, hogy már nem tudnak megmaradni, mert állandóan a konyhában, az emeleten mindenhol csapkod, meg dobog, meg kopácsol. És hát így kezdődött a tánc. Az, hogy én táncot kezdjek tanítani, az meg hát végül is egy, mondhatjuk, hogy véletlen volt, mert én, amikor elkezdtem, akkor én lovakkal foglalkoztam, patkolást tanultam, illetve hát patkolással is foglalkoztam, és egy lovardában dolgoztam éppen, meg hát gazdálkodni akartam majd, és tehát az akkori tánctanárom felajánlott egy lehetőséget, éppen úgy kellett a pénz, hogy Pomázon egy óvodában átvehetek tőle egy ilyen heti egyszeri szakkört, és akkor az ilyen jó kis zseppénzkiegészítés, és akkor azt elkezdtem. Az rögtön ilyen mély víz volt, mert volt egy akkora tornaterem, mint ennek a stúdiónak a fele. Tele labdával, kötelekkel, mindennel, ami el tudja vonni a gyerek figyelmét. Oda beengedtek velem 30 különböző korú óvodást, és akkor egy óráig így otthagytak egy ilyen ekkora magnóval, hogy csináljak velük, amit akarok. Akkor így kezdődött, aztán úgy elkezdtem élvezni így a megpróbáltatások ellenére. Mekkora kihívás volt ez? Tehát az gyerekeket, főleg a kisgyerekeket rávenni, saját magad is mondtad, hogy azért az nem könnyű. Hát nem könnyű, igen. Hát így azóta, így az évek folyamán azt alakítottam ki magamban, hogy a gyereket nem úgy érdemes rávenni, hogy táncoljon, hogy én otthon kitalálok valamit, elképzelem, hogy majd ezt akarom csinálni a táncpróbán, és akkor ha törik, ha szagad, hogyha más nem, akkor üvöltök a gyerekkel, hogy ezt most meg kell csinálni, vagy büntetem, hanem az a módszer, meg így tehát a Lemvirágban a párommal együtt úgy csináljuk, hogy megpróbáljuk érdekessé tenni. És hogyha látjuk, hogy a gyerekek most nagyon zizik, akkor mondjuk többet játszunk, vagy valami más csinálunk. Hogyha látjuk, hogy most nagyon lehet velük dolgozni, akkor hogy észre se veszik, hogy hoppa, mai próbán nem volt játék, hanem végig táncoltunk. Tehát ahogy lehet velük haladni. Tehát ez csak úgy működik, hogyha együtt működik az ember a gyerekekkel. Mit jelent neked a néptánc? Hát a néptánc az, mondhatjuk, hogy az életemet, de nem is úgy mondanám, hogy a néptánc, hanem inkább ez a magyar paraszti kultúra, ami azt gondolom, hogy egy nagyon egészséges kultúra, és tehát hogyha többen foglalkoznának vele, az nagyon jó lenne. Nem csak azért, mert a tánc ugye, azt szokták mondani, hogy fejleszt, készségfejlesztő, és nem csak az, hogy erőllétet, meg hogy társaságban van az ember, de és talán erre jó a magyar néptánc, hogy ugye a néptánc az csak egy része egy szerves kultúrának, és ugye nem, tehát annak idején a paraszt emberek sem a tánciskolában tanulták meg a táncot, legfeljebb a valcert, meg a polkát, meg ezeket, hanem ugye kialakult a tánc az életmódjukból fakadóan, és azt én mindig hangsúlyozni is szoktam, hogy ott tartunk bemelegítést, gimnasztikát, erősítést a próbákon, már csak azért is, mert a mai fiataloknak ugye közel sincs meg az a fizikuma, mint régen egy egész nap dolgozó fiatalnak, aki mondjuk a földön kapált, és utána még este elment táncolni. Ugye nem csak oktatod, ha tanultad, tanítod is, tehát lehet mondani, hogy hivatásoddá vált a néptánc. Igen.
mit is jelent ez? Tehát, hogy hogyan válik valakinek a hivatásává a tánc, a néptánc? Hát, hogy konkrétan kinek hogyan válik, az nem tudom. Nekem úgy vált, hogy ugye elkezdtem táncot tanítani, és az elején még igazából csak úgy voltam vele, hogy azon túl, hogy egyébként élvezem is, meg azt csinálom, amit szeretek, még pénzt is lehet vele keresni, tehát mondhatjuk, hogy a hobbimból élek, és ez nagyon jó. Aztán igazából hivatássá akkor vált, amikor így elkezdtem érezni, hogy tényleg mekkora felelősség az, hogy én hogy viselkedek, nem csak a próbateremben, hanem akár az utcán, hogyha találkozok tanítványaimmal, vagy a családjukkal, és hogy milyen példát mutatok, mert tehát a gyerekeknek nagyon fontos, tehát rendre hallom vissza a szülőktől, hogy mert a Döme bácsi ezt mondta, meg azt mondta, és tényleg erre odafigyelnek, és követik, és ezért nagyon fontos, hogy ne csak a próbateremben legyen az ember néptánctanár, hanem az életben is az legyen. Hogyan kerültél kapcsolatba a Lemvirág tánc együttessel? Ugye mondtad, hogy a Békésmegyeren, a Kincsőben kezdtél. Hogyan, mikor jött a váltás, vagy hogyan jött ez? A Lemvirágba úgy kerültem, hogy ott, aki korábban tanított, Pukli Gabriella, hát baráti viszony alakult ki köztünk annak a révén, hogy egy jó barátom vett el feleségül, és ugye ő tanított ott, és amikor már én elkezdtem tanítgatni, akkor néha elhívott táncházakat tartani, ilyesmi, és aztán amikor ott hát megüresedett a férfi hely, mert az előző oktató hát Győrben élt, és gyerekük született, és akkor már nem jött többet. Aztán volt még egy oktató, akivel meg nem tudott a Gabi megegyezni, akkor utána én kerültem oda, tehát ő hívott így. És most, mint művészeti vezető, mit csinál egy művészeti vezető? Hát művészeti vezető, ez most egy ilyen cím, egy név, hát igazából én tartom a próbákat, a Fruzsival, illetve Takács Verával, akikkel együtt visszük a csoportokat. Készítjük a koreográfiákat, visszük fellépésre a gyerekeket, ugye ezeket szervezzük. Akkor, hogyha új koreográfia készül, ugye a zenét megszerkeszteni, azt a zenekarral fölvenni, akkor vannak olyan éves programok, tehát a Kalászi Vigasságok, vagy a Lemvirágnak az alapítványi bája, amit az egészet ugye nekünk kell. Szülőkkel ápoljuk a kapcsolatot, egyéb közösségépítő programokat szervezünk nekik, ugye nyári táborok, meg ahová lehet, oda visszük őket. Tehát igazából ez a dolgunk. De hát az, hogy most művészeti vezető, az igazából az egy nagy profi együttesnél van olyan külön, hogy művészeti vezető, és mellette tánctanárok. Mik a tapasztalatok itt a térségben, Budakalászon? Azért a gyerekek szívesen mennek, és azért sokan vagytok. Hát igen, most a Lemvirágban jelenleg olyan 120 táncos van összesen, 4 évesektől felnőttekig, és a nagyobbik részük budakalászi. Járnak azért Budapestről, Pomázról, Szentendréről, de nagy részük budakalászi, és azt tesszük észre, hogy nagyon lelkesek, meg tényleg jól érzik magukat a szülőktől, és azt a visszajelzést kapjuk rendre, hogy az a jó, hogy úgy jönnek oda, hogy jól is érzik magukat, nem csak az, hogy a szülő belögdösi a terembe, hogy táncolj, fiam. És még ami nagyon jó, hogy azt a visszajelzést kapjuk a két kalászi általános iskolától is, hogy még az iskolán belül is nem úgy vannak a néptáncos gyerekek, hogy ugye mondjuk elsősök, negyedikesek, ások, bések, stb., hanem van a külön kis néptáncos klik, amiben mindegy, hogy fiú, lány, elsős, negyedikes, ás vagy bés, hanem ott együtt vannak, és akkor ott így nézik a figurákat az udvaron, ott gyakorolják, meg ott tanítgatják a nagyobbak a kisebbeket, és akkor ebből adódóan jönnek ugye új táncosok is, mert megy oda az osztálytárs, hogy ti mit csináltok, néptáncolunk, hogy kell, megmutatja, és akkor jön egy új gyerek táncolni. Akkor mint egy nagy család úgy funkcionáltok effektíve a város körforgásával. Igen. Főleg, hogy ugye az együttesen belül is, tehát nagyon sokan vannak testvérek, akik mondjuk a kisebb csoportba jár a kistesó, nagyobb csoportba a nagytesó, és van egy kezdő felnőtt csapatunk is, ahova pedig sok szülő jár, illetve van egy Lemmamik nevű csapat, ami pedig lelkes anyukákból verbuválódott.
Milyen évet tudhatok magatok mögött? Ez a 2014 fellépések, új tagok, bővültetek, picit erről. Hát a 2014-es év az végül is nekünk két fél év, inkább mint az iskolai tanév, úgy szoktuk számolni az évet, tehát szeptembertől nyárig, mert ugye nyáron nincsenek táncpróbák, csak az edzőtáborok. De most ez az idei év, úgymond szeptembertől, ez most nagyon jól indult. Hát most szeptembertől lett egy váltás, ugye Pukli Gabi helyére jött, aki szintén szülési szabadságra elment, jött Markó Fruzsina, és ugye vele, hát ő az életben is a párom, úgyhogy abból adódóan is nagyon jól tudunk dolgozni, meg új lendületet is hozott a csapatba. És hát igazából nagyon jó ez az év, mert több lett a gyerek, jobban élvezik, jobban lehet haladni, most sikerült a próbák idejét is bővíteni, tehát többet tudunk dolgozni a gyerekekkel. Volt február 7-én alapítványi bálunk, ami egyúttal fél éves műsor volt, az is nagyon jól sikerült, mindenki, aki ott volt, nagyon dicsérte, és meg egy picit ilyen formabontó volt, mert a műsor nem volt, hogy van egy színpad, konferálás, feljönnek a gyerekek, letáncolják, meghajolnak, taps, lemennek, hanem a tánctér az nem színpad volt, hanem csak egy tánctér, és a körbeültek a nézők az asztaloknál, ugye közben ettek, ittak, és igazából nem volt konferálás, nem volt úgymond eleje, vége a táncoknak, hanem egyszer csak, mintha csak tényleg egy mulatság lenne, innen-onnan az asztalok közül egyszer csak jöttek a gyerekek, és elkezdték a táncot, és amikor befejezték, akkor úgy visszamentek, mintha csak egy táncházban lehúzná a zenekar, és mindenki visszaülne a helyére. És aztán így jött a következő. Legutoljára meg a március 15-i ünnepségen léptetek fel. Igen, legutóbb ott táncolt az együttesnek a kamara csoportja, aki fiatal felnőttekből áll. Ők még a régi Lemvirágtánc együttesnek mond a maradéka, akik még a iskola munka mellett még itt tudtak maradni, és ők hát egy olyan műsort adtak elő, amit korábban mi még legalábbis itt a Lemvirágban nem csináltunk, tehát nem autentikus néptánc volt, amit egyébként jobban preferálunk, hanem ugye kérték, hogy kapcsolódjon március 15-höz, úgyhogy tehát mondani valója volt, a zene sem egy teljesen autentikus dolog volt, és hát voltak benne táncszínházi elemek, de azt mondják, hogy jól sikerült, úgyhogy. Mit tartogat még az év, vagy hát amíg tart, hogyha az iskolai évhez viszonyítunk, akkor júniusig? Igen, hát most itt ugye több csoportról beszélünk, de holnap pénteken megyünk az Ürömi Gyermek és Ifjúsági Táncfesztiválra három csoporttal, utána április közepén lesz Szegeden országos gyermek és ifjúsági néptáncfesztivál, oda visszük a Lemvirágot, a főcsoportot, és még hát Gödön lesz egy néptánc találkozó, oda is lehet, hogy megyünk, meg ugye Kalászi Vigasságok, Ürömi Nyári Fesztivál, Duna Karneválon, a Vörösmarty téren is, hogyha minden igaz táncolunk, aztán jönnek a táborok nyáron, mindegyik csoportnak edzőtábor, amelyiknek több is. Akkor nem fogtok ti sem nagyon unatkozni. Nem. És hogyha éppen nem a Lemvirágban táncolsz, vagy tanítasz, akkor mivel, hol táncolsz még? Hát ugye táncolok még jelenleg is, már 6 éves korom óta a Kincsőtánc együttesben, illetve ott hát a nyári táborokban a gyerekeket szoktam még tanítani most már 2 éve, meg az ifjúsági csoportnak van egy ilyen utánpótlás csapata, akik majd a felnőttbe fölkerülnek, nekik tartunk Fruzsival még próbát, illetve még nekem van egy csoportom a Ferencvárosban, az csak egy szakkör, azt Takács Verával, a másik kolléganővel visszük, illetve még Ürömön van egy ilyen öreg fiúk néptánc csoport, a Botladozók, volt profi táncosokból, és Fruzsival még oda is eljárunk táncolni. Ezen kívül pedig én még a patkolással is aktívan foglalkozok, mondjuk most már inkább csak ismerősöknek, meg nekünk is vannak lovaink, azokat. Meg hát van egy kis területünk Pomázon, ahol ugye tehenet is tartunk, oda is járunk ki, nekem is van lovam, azzal is foglalkozni kell. Hova sikerült eljutni a tánc segítségével, amire mondjuk büszke is vagy, és nem is gondoltad volna, hogy a tánc ehhez is hozzá segít? Hát igazából
hogyha bemegyek ott kalászon a próbaterembe, a faluházba, és jön az a sok gyerek, az nekem már elég, hogy látom, hogy jól érzik magukat. Persze ezen felül a kisebbtől elkezdve a nagyobb fellépésekig mindennek örülünk, illetve a dicséretnek is, és hál' Istennek általában dicséretet szoktunk kapni a fellépésekért. És hát erre szükség is van, mert tehát persze élvezik a gyerekek, de kell nekik az a sikerélmény, meg az a plusz, meg sokszor a szülőnek kell az, hogy tehát tudja, hogy mire adja a pénzt, hogy azért legyen fellépés, ahol meglátja, hogy mit tanult a gyerek, mennyit ügyesedett egy év alatt, felveszi a szép népviseletet, meg visszük ide-oda. Ugye nagyobb csoportoknál már, tehát nagyobb néptánc együtteseknél, úgy értem, hogy felnőtteknél, ugye rendszeresen mennek nyáron külföldre, turnékra. Most mi még a Lemvirággal idén nem, mert tehát én 3 év, vagy hát 2012 óta vagyok az együttesnél, és most kezdi az együttes akkorára kinőni magát, hogy már mondjuk egy olyan műsort össze tudunk tenni a nagyokkal, hogy azzal el lehessen menni egy rendes nagy fesztiválra. Hát akkor bőven lesz munka még. Sok sikert hozzá. Köszönjük a beszélgetést, és köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.